Huszka Dávid Ürményházáról érkezett Újvidékre, az otthon eltöltött ünnepek után innen utazik tovább Budapestre. Szerinte nagyon sokat jelentene, ha ismét lennének vonatok Bánát felé. Őszintén még ideig nem hallottam erről a kezdeményezésről, de hát pozitívnak tartom mindenképpen ezt a fejleményt. És szerinted ez mennyiben javítana az összekötetést Újvidék, tehát a tartományi székváros és a bánáti nagyobb települések, falvak között? Hát idáig csak tudomásom szerint busz köttetés volt, tehát másképp nem tudtunk például Dél-Bánátból Újvidékre utazni, vagy akár tovább. Tehát egyedül egy busztársaság a Vercsesi Stop indított járatokat. Újvidék és Nagybecskerek között 12 éve nincsen vasúti közlekedés. Most tervezik visszaállítani a személyi utas forgalmat ez a két település között, és új orosz vonatok fognak közlekedni ősztől. A szerbiai vasútak közvállalat szerkesztőségünkbe eljuttatott közleménye szerint megkezdődött a Pancsova-Orlód-Újvidék közötti 113 kilométeres szakasz felújítása, majd ezután az Orlód és Nagybecskerek közötti 26 kilométeres szakaszt is felújítják. A két szakasz felújítását követően a tervek szerint szeptember 1-től új vonatok közlekednek a Nagybecskerek és Újvidék közötti vasútvonalon. A vonatok 80 kilométeres átlagsebességgel haladnak majd, tehát az út Újvidéktől Nagybecskerekig 70 percig fog tartani a tervek szerint.